Mária Pus lakossága jól alkalmazkodik a megváltozott szabályokhoz. Tudtuk meg a város polgármesterétől, Papp Bertalantól. Az önkormányzat az előírt szabályok betartásával igyekszik minden esetben segíteni a lakosságot a mindennapok során, kiemelt figyelmet fordítva az idősek egészségének védelmére. Panaszágát, illetve egy véleményágát is kérdeztünk már korábban. Segélyeket, amit lakosok el akarnak adni, ők a lárában helyezik el, amelyet minden nap átnézünk, illetve értékeljük. A hivatalon belül kormányablak működik, ők is nyitva vannak minden nap, folyamatosan megy az ügyintézés. Én azt szeretném mondani, hogy inkább köszönettel tartozunk a lakosok felé, mert valóban fegyelmezettek. Tehát látom, hogy a boltok előtt 2 méteres távolságban türelmesen megvárják a sort, amikor ugye sorra kerülnek, itt is betartjuk azokat a szabályokat, ami országosan kötelező, tehát a nyugdíjasok mikor vásárolhatnak, illetve a fiatalabb korosztály. Közétkészítés megy, tehát étel kiszállítással, idősek otthonában 2 van, ugye ott egyház fenntartásával, ott látogatási tilalomban, folyamatosan orvosi ellátás megy, gyógyszertár megy, tömegközlekedés megy. Én azt mondom, hogy egyelőre még nagyobb fennakadás, én nem látok a településen, igyekszünk, és be is tartják mindenki a kötelező elérásokat. Mária Pócs a közelmúltban 2 átfogó beruházásba kezdett bele. Papp Bertalan beszámolt arról, a település Nyírbogáttal összekötő külterületi kerékpárút építése a tervezett ütem szerint halad. A városi óvoda és általános iskola energetikai felújítását azonban nem biztos, hogy az előre meghatározott határidőn belül befejezik. A fejlesztések, ami folyamatosan elindult, azok mennek. Hát ugye van, ahol szünet van, tehát kivitelező jelezte, hogy szünet van, de ezt természetesen mérlegelni kell az önkormányzatnak, és mindent elfogadunk, ami valós ér. Gyakorlatilag kerékpárút építés folyik település külterületén, illetve van egy energetikai beruházás, ami megy. Most például a szünetjárdót is kérte a kivitelező, ugyanis egy 3 hónap csúszást, amit természetesen mérlegedünk, ez is meg fog valósulni őszre. Más gondot jelenleg nem látok.